Sziasztok! Én Dobó Mátyás vagyok, hogyha egy másodperc fölnevem a prezentációt, szóval, hogy én alapvetően szolgáltatások fejlesztésével foglalkozom. Az utóbbi pár évben webes alkalmazásokat vezettem be a piacra Magyarországon és a közép-európai régióban, illetve írok egy ilyen szakmai blogot is a duranszki.hu cím alatt, ahol lehet látni, hogy mi az, amiket így gondolok a hazai, meg így a közép-európai, meg európai szolgáltatásfejlesztésről, bevezetésről, marketingről. Alapvetően az én szemléletem az nem fejlesztői szemléletű, bár nagyon közel vagyok a fejlesztéshez, inkább a projektek koncepcionálása, tervezése, a bevezetésnek a kitalálásával foglalkozom leginkább, úgyhogy az, amit én és azt látom, hogy ebben van leginkább tényleg, amit itt a bevezetőben is elhangzott, ebben van a legnagyobb kihívás ma Magyarországon. Hát hogyan tudunk olyan termékeket gyártani, amik viszonylag olcsón fölépítve nagy elérést tudnak megteremteni a webben, mert ugye ma leginkább az a tipikus példa, hogy viszonylag sok pénzt elköltenek rossz minőségű fejlesztésekre, és ezek a fejlesztések aztán senkit nem érnek el, mert nincsen kitalálva az, hogy kinek szól, nincsen kitalálva az, hogyan kéne elérni ezeket az embereket, akik ennek mondjuk annak az adott terméknek, szolgáltatásnak a célcsoportja. És ez egyébként mindenkinek ma már a problémája, nem csak az enyém, mint szolgáltatásfejlesztő, hanem mindenki, aki bármilyen terméket, kulturális terméket, szolgáltatást próbál a piacra bevezetni, vagy próbál elérni vele embereket, szeretne eladni. Úgyhogy ez az előadás igazából arról fog szólni, hogy hogyan is néz ki most jelen pillanatban ez a web. Kicsit megpróbáljuk körbejárni, hogy néz ki jelen pillanatban a webnek az a belső szerkezete, amire aztán rá lehet építeni különböző szolgáltatásokat. Van egy jól lehatárolható rendszer mögött, az egész mögött, amire, hogy az ember megérti, akkor azért elég jól és elég jól tervezhetően lehet szolgáltatásokat kidobni. És függetlenül attól, hogy milyen piaci szegmensben dolgozik valaki, ezeknek az elméleteknek, meg ezeknek a gondolatoknak a felhasználásával biztos, hogy hatékonyabban tud majd beugrani ebbe a versenybe, amire ez egy óriási verseny. Tehát egyrészt óriási méretű, ugye most már a web, mindenki irgalmatlan mennyiségű tartalmat gyárt a webre. Amióta megjelentek a felhasználók által generált tartalmak, azóta mi mindannyian küzdünk a felhasználók kegyeiért. Tehát ugyanúgy, ahogy a Nike-tól kezdve bármilyen márka, ugyanúgy egy önkormányzat, ugyanúgy egy magánszemély is ugyanazonokon az eszközökön küzd az én és a te idődért. A másik dolog ugye, hogy ezeknek a tartalmaknak, amit manapság nagyon nehéz megérteni, hogy a többség ingyenes ezeknek a tartalmaknak. Tehát nagyon nehezen tudja sok ember megérteni, akik a klasszikus médiaiparból, vagy egy olyan világból érkeznek, ahol általában a létrehozott termékeket pénzt szokás kérni, hogy miért, hogyan lehet arra üzletet építeni, hogy valamit ingyenesen adunk. És lehet, tehát van erre lehetőség, ki kell találni annak a modelljét. Alapvetően az ingyenesség az nem egy rossz dolog. Ez nagyon fontos megérteni, hogy manapság, a mai világban, ezt majd a későbbi modellben lehet látni, az egyetlen dolog, amivel lehet harcolni, ez az ingyenesség. Tehát amivel felveheted a versenyt, ez az egy legalább belépő szinten ingyenesnek kell lenni bizonyos dolgoknak, szolgáltatásaidban, termékeidnek. Hogyha ezt nem teszed meg, akkor nagyon-nagyon nehezen fogsz tudni marketingelni. Ugye ezről már volt szó, óriási a verseny, mindenki. Tehát a web, ha valamiért, ez az egyik legdepresszívabb tulajdonsága a webnek, hogyha valamit be akarsz, tehát bármit csinálsz, bármivel foglalkozol, 3 perc alatt találsz a webben 10 olyan embert, aki jobban csinálja nálad azt, és ügyesebb, és okosabb, és több erőforrása van, több pénze van, óriási a verseny. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az ember jól célozzon, jól piacokat találjon magának. Aztán ez egyik legnagyobb kihívás, hogy olyan piacokat céloz, amikor bármit gyártasz, bármit termelsz, ahol vagy még nincs más, vagy olyan kicsi a verseny, hogy te is meg tudsz rajta telepedni. És ez nem csak egy személyes kihívás, hanem a Magyarországnak is egy óriás kihívása. És jelen pillanatban egyébként a magyar piac, mint szolgáltatási piac, az ezzel az óriási kihívással is szembenéz, hogy Amerikából, külföldről irgalmatlan, jó minőségű, tőkerős szolgáltatások jönnek be és foglalják el a piacot. És ehhez kell igazodni és alkalmazkodni. Végül az, ami még így kiindításként, gondolatként, hogy a hirdetés alapvetően az új emberek elérésében meghalt. Most egy fordulóponton vagyunk, tehát azért most még van egy csomó olyan ember, akit lehet hirdetéseken keresztül elérni, el lehet érni, televíziós reklámokon keresztül, rádió, sajtóhirdetéseken keresztül.
de jelenik meg az a fiatal generáció, ez a tizen, most már a 15 év alattiaknak egy jelentős része olyan, akiket nem lehet elérni nagyon egyszerűen ezeken az eszközökön keresztül, szkeptikusak is vele szemben. Másik oldalon pedig, hogy a használat, a média használatuk annyira megváltozott, a játékokban élnek, internetben élnek, cseten élnek, ezeken a keresztül hálózatépítő oldalakon élnek, ezeken keresztül kell tudni őket elérni, és ez nagyon más marketing eszközök kellenek, és nagyon másfajta marketing mentalitás kell, mint ami az előző generációban megtapasztaltunk. Úgyhogy nagy kérdés, hogy miként adható-e bármi. És ezt most nem csak abban az értelemben eladni, hogy miként fogok pénzt szerezni belőle, hanem az, amit én gondolok, vagy amit én értéknek tartok, azt hogyan fogom tudni átadni bárkinek, aki ez érdekel, hogyan fogom őt elérni. Egy kicsit megértsük, hogy mi az, ami változik jelen pillanatban a webben. Az nagyon ilyen egyszerűsített, meg sematikus ábrákat szoktam mutogatni, ez nagyon sematikus, tehát valószínűleg egy tudományos bárki az elküldene boldogabb vizekre, hogyha ilyeneket próbálnék meg könyveket kiadni, de ez az alap sematikája az, hogy hogyan nézett ki a web körülbelül 10 évvel ezelőtt, ez volt. Az emberek viszonylag kicsi volt az web, az emberek tartalmakra jártak. Ez volt az időszak, amikor mindenki fölment az Origóra, fölment az Indexre, fölment néhány stabil websájtra, és azokat nézegette. Tehát mindenki, én is, és az összes olyan internetfelhasználó, aki a webet használta, az közvetlenül érte el a tartalmakat. Az első, röviden ennek ebből az állapotból hogyan jutottunk el, majd a következő állapotig, az amerikai példákon és magyar példákon keresztül bemutató. Ugye volt a Tim Berners-Lee, aki 1994-ben nem csak a webet találta ki, ő volt ez az első, volt a guru, aki ezt amit most webnek hívunk lényegében, ő találta ki, de ő találta ki annak a publikálási formának az alapját is, amit most így blogokként ismerünk. Tehát ő volt az, aki először a webet egyébként egy ilyen párbeszédes dolognak gondolta ki. Tehát ő azt gondolta, hogy a web az eleve egy olyan dolog lesz, amin mindenki beszélhet, de azért az első időszakban nagyon kevesen beszéltek rajta, alapvetően csak professzionális szerkesztők. Aztán valamikor az Egyesült Államokban az 1990-es évek végén kezdett el megjelenni ennek a blognak, meg a közösségi médiának, tehát a felhasználók által publikált tartalomnak a köre kezdett így megjelenni, és már 97-ben lehetett ezt azonosítani egy külön műfajként, hogy ez a blog. De az első nagyon komoly változást, amit hozott, az a blogger volt 1998-ban. Ugye ez a szolgáltató, ez azért volt nagyon jelentős mérföldkő, mert ez volt az első olyan széles körben használt rendszer, amivel nagyon egyszerűen lehetett publikálni tartalmakat a webre. Tehát itt 98-ban volt az első olyan lépés, hogy tudunk bármit könnyedén. Én egy teljesen átlagos internet felhasználó, fölmegyek az internetre, és körülbelül 3 másodperc alatt meg tudok jeleníteni egy képet, szöveget. És ez ahhoz vezetett, hogy hirtelen módon elkezdett növekedni nagyon nagy mértékben a web. Mert amíg csak néhány professzionális szerkesztő fért hozzá a webhez, csak ő tudott rá tartalmat kitenni, addig ugye viszonylag kevés tartalom készült. De ahogy az embereknek a többsége, ugye ez statisztika, hiszen valószínűleg óriási mértékben kezdett el növekedni a webben létrehozott tartalmaknak a mennyisége, csak még nem ismerték fel az emberek, hogy ez érték, vagy bármiféle jelentősége van. Aztán 2001-ben, ugye amikor becsapódtak a tornyokba a repülőgépek, akkor az emberek elkezdtek keresni információkat a webben, híreket, hogy úristen, mi történt, belecsapódott a két repülő, próbáltak fölmenni a CNN-re, meg a BBC-re, meg az összes websájtra, amit egyébként korábban használtak, csak hogy ezek nem voltak elérhetőek, mert ahogy ők is, mindenki más is próbált ezeket a szájtokat elérni, nem bírták a terhelést, lefagytak, és ekkor kezdték el az emberek nézegetni ezeket a közösségi blogokat, meg egyéb alternatív forrásokat, hogy mi is történt. És hirtelen bekerült a mainstreambe, hogy hoppá, ez már nem csak egy ilyen játszótér, hanem ez valódi médium, tehát valódi információt tud közvetíteni a társadalomról, a társadalomnak, emberekről, az embereknek. Aztán a következő időszak, magyarországi időszakra rátérve, ugye mi mindent egy kicsit később csinálunk, tehát nekünk mindig kell egy pár év, amíg följövünk. Ez az év, ezek az évek nagyon-nagyon szűkülnek. Tehát egyre gyorsabban ez az információs társadalomnak az egyik hatása, hogy még mondjuk blogszolgáltatóból kellett mondjuk így 8 év, mire eljutottunk oda, hogy egy amerikai szolgáltatóból lett magyar szolgáltató, vagy 6 év, addig mondjuk egy videó megosztónál már ez fél év volt. És egyre kevesebb, egyre szűkebb ez a táva, hogy Magyarországon megjelennek ezek a technológiák, hogy Magyarországon is létrehozzák őket. Úgyhogy Magyarországon is megjelent a blogolás valamikor 2001 tájéken, akkor még néhány amatőr felhasználót csinálta, aztán utána a Freeblog segítségével, és utána a blogter blog.hu-nak
segítségével egyre többen és többen kezdtek el blogolni. Majd megjelent a MySpace az Egyesült Államokban, ami ugye ez az első ismerlek. Tehát ez volt a hálózatépítésnek az első nagyon nagy boomja. Volt előtte is hálózatépítő site, de ez volt az első olyan nagy, ahol tényleg már mondjuk az Amerikai Egyesült Államok internetező lakosságának jelentős százaléka fölregisztrált erre a rendszerre és használta is. Ez egy óriási lépés volt, de még a MySpace még nem értette meg, hogy mi a lényege a hálózatnak. Ők meg azt gondolták, hogy a hálózatnak az a lényeg, hogy én fölteszek egy lapra néhány kedvenc videót, meg képet, és ezt megjelenítem. Utána jött a Flickr, ami egy képmegosztó volt, illetve a YouTube, és ezekkel a szolgáltatásokkal együtt az összes médiatartalom nagyon könnyen publikálhatóvá vált a webben. Tehát amit korábban emberek létrehoztak, szövegek, képek, videók, ezeknek a hihetetlen nagy mértékben lehetett most már megosztani a webben. Maguk a növekedése, akár a blogoknak, ez egy blogokra vonatkozó adat, de minden közösségi médiumban ezt a növekedési ütemet látjuk. Hihetetlen módon skálázódva növekszik a webnek a mérete. Tényleg óriási növekedés, ami elhoz vezetett minket egy következő állapotig a tartalmakkal kapcsolatban. Ugye a sok-sok-sok létrehozott tartalom, amit látunk a webben, eljutotta az embereket oda ahhoz a felismeréshez, hogy egyszerűen nem tudnak hozzáférni a tartalomhoz. És ekkor lépett be a képbe a nagy G betű, a Google, aki ugye azt mondta, hogy csináljunk egy jó keresőt, volt a korábbi megoldások is, de ő volt az első, aki ezt tényleg komolyan kitalálta, hogy ezt hogyan is kell csinálni, és létrehozta ezt a modellt. Ma jelen pillanatban egyébként ebben a modellben élünk, ez a paradigma, tehát a legtöbb internetet tervező ember, a legtöbb internetet használó felhasználó ebbe a képbe él. Tehát ha valamit el akarok kérni, fölmegyek a Google-re, rákeresek, elérem, és ezen keresztül megtalálom a legtöbb szolgáltatást. Tehát hogyha 2-3 éve megkérdeztek, hogy hogyan vezessetek be egy websájtot a piacra, akkor azt mondtam volna, hogy kövessétek ezt a modellt, találjátok ki, hogy hogyan tudtok megjelenni vele a Google-ben, hogyan tudtok minél jobban pozícionálódni a keresőkben. És ez egy jó modell is volt, és még ma is egyébként a fő paradigma, de jelen pillanatban egy erős változás van ezzel kapcsolatban, és ezt a változást, ezt a Facebook, az IVV és a Twitter, ezt hasonló hálózati szolgáltatások hozzák el. Ezek a szolgáltatások ugye nagyon röviden arról szólnak, hogy te össze tudsz kapcsolódni más emberekkel, és ezekkel az más emberekkel összekapcsolódva meg tudsz osztani velük különböző tartalmakat, be tudod dobni az ő figyelmi látóterükbe ezeket a tartalmakat, és jelen pillanatban már a médiafogyasztás egy nagyon drasztikusan átalakulóban van, az tényleg Magyarországon is, meg a világon mindenhol. Az emberek egyre inkább úgy fogyasztják a tartalmat, hogy azokat a tartalmakat nézik, amit az ismerőseik értékesnek találnak. Hogyha nem tudom, pont tegnap előtt volt egy ilyen tapasztalatom, bementem egy kávézóba, egy ilyen internetes kávézóba, és mindenhol ott voltak nyitva a laptopok, és az emberek, és nem a Google keresőjét láttam, nem levelezőket láttam, hanem Facebookot láttam, az IVV-t láttam, mindenki, nagyon-nagyon sokan kezdik ezeket az eszközöket használni. Ez pedig egy nagyon-nagyon új modell a korábbi világhoz képest. Hasonlóan a Twitter, amiről majd lesz egy később egy előadás, úgyhogy erről kevésbé beszélnek, de a lényeg az, hogy ez egy új, nagyon új paradigmát kezd behozni itt Magyarországra is. És mostantól kell mindenkinek erre felkészülnie, mert most van az a változás, amit az IVV-nek a fejlesztése és a Facebooknak az erőteljes terjedése hoz el Magyarországra, és ezt majd kicsit később beszélek róla. Tehát ugye ez volt az A-modell, ami lényegében a média szempontjából egy nagyon, nagyon erős változást hozott a webre. Ugye az alapmodell az volt, hogy a tartalmat, már ez az alapmodell is nagyon erőteljesen megváltoztatta azt, hogy hogyan tudunk embereket elérni az interneten keresztül. A klasszikus modellben az emberek, ugye a klasszikus cégek azok úgy működtek, ez ahogy működött több tíz éven át egy átlagos vállalkozás. Egy átlagos vállalkozás általában a marketing eszközökre fókuszált. Azt mondta, hogy van egy közönség, akit viszonylag szűk csatornákon keresztül el tudok érni. Mondjuk ugye volt néhány napilap, volt televízió, voltak rádiók, voltak ezek az eszközök, amiken keresztül el tudtam érni az embereket. Hogyha ezeket már el akartam érni, akkor meg kellett vennem a médiát, amin keresztül el tudom őket érni, és ennek a média abból, hogy én fizettem neki, létrehozott további tartalmakat, és létrejött egy szép körforgás, amiben mindenki viszonylag jól járt, de leginkább ugye a nagy cégek, akik képesek voltak megvásárolni a médiafelületeket és eszközöket. Egy kicsit más felállásban valahogy így. Tehát ugye, hogy a,
ez a TV piac rendszere, meg a nagy média rendszerek azok valahogy így épültek föl. Hogyha nekem van, valahol belépek ebbe a körforgásba, mondjuk veszek, nincsen termékem, veszek, de mondjuk csináltam valamit, veszek hirdetést, az hoz nekem elérést, az elérésből el tudok adni több terméket, a több termék eladásából nagyobb profitom származik, a nagyobb profitból még több hirdetést tudok venni, és elkezdődik egy ilyen körforgás, amiben, hogyha tényleg jól csinálom és hasznosan csinálom, akkor el tudok érni egy csomó embert. Ez volt a klasszikus modell, ez működött korábban. Ma már ez nem működik. Ma már nem ez a modell, hogy folyamatosan figyelmet vásárolok. Tehát a mai világban, hogyha elkezdtek ezzel, vagy már foglalkoztak vele, akkor a legfontosabb dolog az, amit fel kell tudni dolgozni, hogy ma már az elérést azt nem megveszem, hanem építem. Minden alkalommal, mindig, amikor csinálok valamit, amikor kimegyek az emberekhez, akkor valójában azt akarom elérni, hogy létrejön egy olyan adatbázis, amin keresztül folyamatosan újra és újra aktivizálni tudom azokat az embereket, akikkel szólni akarok, akiknek el akarok adni. Úgyhogy ha ti is elindultok ebbe az irányba, vagy már mentek, akkor próbáljatok fókuszálni, mindig olyan marketing eszközökre próbáljatok fókuszálni, amik alapvetően nem elérést generálnak nektek, hanem hogy amik adatbázist építenek. Következő dolgok lehetnek adatbázis. Lehet adatbázis, ami mondjuk elektronikus e-mail adatbázist épít. Ez egy klasszikus modellben, de ez is egy működő modell. Lehet e-mail adatbázis, egy Facebookos kapcsolat, egy e-mail-es kapcsolat. Tehát valami olyasmi, ami folyamatosan újra és újra használható arra, hogy elérjem azokat az embereket, akikkel kapcsolatban állok. Minden más eszköz, legyen az display hirdetés, klasszikus média hirdetés, ami csak arra szolgál, hogy egy-egy rövid időre megfogjam az emberek figyelmét és behozzam valamilyen eszközre, amit szeretnék megmutatni, az jóval kevésbé hatékony. És ma már mindenki, tehát ma már azok a cégek, akik szolgáltatások, akik ezekre építkeznek, azok jóval kevésbé tudnak hatékonyan fejlődni. Ugye a változás a közösségi médiának a megjelenésével, ugye ezek vannak néhány ilyen buzzword, amit gyakran használnak, az egyik ez a long tail, vagyis hogy egyre több és több tartalomra egyre kisebb és kisebb figyelem, kisebb figyelem érkezik, megjelentek az végfelhasználók is a tartalomgyártásban. Mindenki tartalmat gyárt, lehet, hogy kisebb a látogatottságuk, de ők is benne vannak, bekerültek ebbe a tartalomgyártásban, és ők is ugyanazért a figyelemért harcolnak, amiért a nagy sztárok. És ez a tartalomgyártás, ezt hozza létre. A klasszikus egypontolás médiából, ami egy pici dolog volt, amit néhány tucat cég csinált, néhány száz ember csinált, néhány ezer ember csinált, mondjuk egy szakma csinált, abból létrejött egy olyan média, amit mindenki csinál, és ez jóval nagyobb, sokkal nagyobb, mint a korábbi. És ez a növekedés ez nem állt meg, hanem exponenciálisan gyorsul. Tehát ha most azt érzitek, hogy nem tudjátok, hogy hogyan érjétek el az embereket, akkor két év múlva fele ennyire fogjátok tudni, és aztán utána meg fele. Tehát hogy nagyon komolyan változik ebbe az irányba a web. Egyre több és több, egyre nagyobb és nagyobb konkurenciával kell harcolni, úgyhogy érdemes szaladni. És egyébként korán belépni minden piacra, ahol van lehetőség. Jó, ezzel inkább kevésbé foglalkoznék, tehát kibővültek a csatornák, és az elérés is kibővült. Még egy-két ilyen értelmező modellt azért mutatnék, ugye volt a web 1.0, ahol viszonylag kevés felhasználó volt, kevés tartalmat fogyasztottak az emberek, és ezeket a tartalmakat általában professzionális tartalom előállítók gyártották. Aztán ebből átmegyünk egy ilyen 2.0-es irányba, ahol mindenki gyártja a tartalmat, és ezt a tartalmat pedig egyre többen és többen fogyasztják. És innen eljutunk ebben a Facebook és az IVIF hatására ebbe a legújabb paradigmába, amit a legújabb modellben, amire mostanában kellene mindenkinek felkészülnie, hogy a Facebook és az IVIF valójában létrehoz egy falat közted és mindenki más között. És ez a köztes fal, ez a barátoknak és az ismerősöknek a fala. Tehát most már egyre kevésbé fogsz tudni embereket úgy elérni, hogy veszed egy hirdetést, és az megjelenik egy szájton, egyre kevésbé fogsz tudni úgy elérni embereket, hogy valóban bedobsz egy hirdetési rendszerbe, és egyre inkább fogsz tudni úgy elérni embereket, hogyha valakinek az ismerőse értékesnek talál egy tartalmat, akkor azt meg fogja osztani az ismerőseivel, és egyre több embernek, és ezáltal fog eljutni ezekhez az emberekhez. Hogyha jelen pillanatban beküld valaki a Facebookba
egy tartalmat, és az ismerőségek, akik ugye föl vannak regisztrálva, mondjuk, vagy akár most már ugye a két héttel ezelőttől kezdve az IVU-re is, most már az IVU is így működik, tehát hogy én föl tudok dobni egy linket. Hogyha én földobok egy linket, akkor azt az én összes ismerősöm onnantól kezdve a saját falán látja. És ez egyre inkább egy ilyen a médiafogyasztásnak egy normája lesz. Tehát egyre inkább így fogjuk fogyasztani. Fölmegy valaki reggel az IVU-re, Facebookra, végignézi, hogy milyen jó cikkeket osztottak meg az ismerősök, milyen jó videókat osztottak meg az ismerősök, milyen jó bejegyzéseket osztottak, milyen jó termékekről és egyéb dolgokról beszélnek, és azon keresztül érjük el ezeket a... azon keresztül tudunk eljutni a tartalomhoz. Tehát, hogyha valaki ebben az új világban szeretne megtelepedni, akkor sajnos az egy nagyon-nagyon nehéz feladata van egyik oldalról, mert nagyon sok embert kell tudnia meggyőznie. És ez a minőségi tartalommal szemben egy óriási kihívás. Tehát tényleg egyszerűen értéket kell tudni teremteni, mert máshogy nem lesz. Tehát egyre inkább értéket kell tudni teremteni, amiket az emberek érdekesnek, viccesnek, vagy bármilyen módon valami hasznosnak találnak, mert különben nem jutsz át ezen a falon. Úgyhogy, és még egyébként csak mondom, hogy még én sem tudom pontosan, hogy ezen hogy lehet átjutni, sőt, tehát hogy ez egy nagyon nagy új kihívás, még tehát még azoknak is, akik egyébként ezzel foglalkoznak. Tehát a lapoktól eljutottunk a keresőkön át a hálózatig. Hogyha az előző paradigmát, tehát a keresőcentrikus paradigmát nézzük, akkor elsősorban ott az emberekhez való elérésnek a kétfajta modellja volt, az a minőségi mennyiség volt. Az a modell. Tehát az volt, hogy el kell érnem az embereket, és minél több tartalmat kell gyártanom, hogy minél inkább bekerül a keresőbe, onnan minél inkább eljutok az emberekhez. Ezt jól megoptimalizálgatom, fölbérelek egy jó kis ügynökséget, aki ezt megcsinálja, és akkor onnantól kezdve el tudok jutni az emberekhez, hogyha ez megy. Ebben az új világban ez egy kicsit máshogy működik. Az ingyenesség azért fontos ebben a világban, hogy most egy kicsit visszatérve az elejére, azért fontos, mert ebben a hálózatban, a keresőkben és a hálózatban is egyetlen dolog tud terjedni, az a dolog, ami ingyenes. Tehát azért nem tudsz, azt nem tudod földobni, tehát nem tud az ember megosztani valamit egy tök idegen emberrel vagy a barátaival, ami nem ingyenes. Tehát ilyen szempontból el kell felejteni azt a paradigmát, hogy nem hozok létre valamilyen ingyenes szolgáltatásnak egy olyan körét, amely képes arra, hogy elérjen embereket. És ugye ezt a modellt manapság úgy szokták hívni, hogy freemium, tehát hogy a ingyenesre épülő valamilyen fizetős szolgáltatásoknak a köre. És ezt kell jól kitalálni, hogy mi az, amiben ti, hogyha csináltok üzletet, vagy eladtok kultúrát, akkor hogyan tudtok egy olyan modellt kidolgozni, amiben egy ilyen ingyenes alapra fel lehet húzni valamilyen fizetős szolgáltatásnak valamilyen körét. A könnyedén terjedő tartalmakról, ugye ez értékes is, és egyben ingyenes is, és egy óriási paradoxont is hozza, hogy mennyiséget kell. Tehát valóban én korábban azt gondoltam, hogy nagyon sokan beszéltek arról, hogy abban változik most a világ, hogy a nagy mennyiségi gyártás helyett most végre kevés, de minőségi dolgot kell gyártani. De egyre inkább azt tapasztalom, hogy nem. Konkrétan abban változik a világ, hogy föl kell nőni egy olyan generációnak, amelyik állandóan nagyon jó minőségben tud nagyon nagy mennyiségben dolgokat gyártani. És ez sajnos mindenkinek fel kell erre készülni, hogy ez tényleg így van. Tehát most már az van, minőségi mennyiséget kell produkálni. Mennyiséget kell produkálni ahhoz, hogy a keresőkben a jó helyre kerüljünk. Mennyiséget és minőséget kell produkálnunk ahhoz, hogy ezekben a hálózatokban tudjunk terjedni. És folyamatosan, gyakran, és ehhez hozzá kell szoknia mindenkinek. Akár, hogyha mint magánszemély szeretne bekerülni, és akár ismerté válni, mint szakember, akár úgy, mint cég, akinek vannak termékei. Tehát ezt létre kell hozni. Lehet egyébként ez a minőségi mennyiség egy nagyon jó ötlet, ami folyamatosan újra és újra ki van aknázva. Nem tudom, hogy volt egy amerikai cég, egy amerikai fickó, aki fogott egy nagyon jó turmix gépük volt, úgy hívták, hogy blendeknek hívják őket, és nem tudták, hogy hogyan vezessék be ezt a blendek márkát, amely egy nagyon jó turmix gép volt, de hát hogy a fenébe adsz el egy turmix gépet. És kitalálták, hogy egy videoblogot indítanak, és minden héten leturmixoltak benne valamit, de nem gyümölcsöt, hanem telefont, golfütőt, baseballütőt, és minden héten leturmixoltak a gépbe valamilyen ilyen eszközt, és ezt minden héten, de ezt rendszeresen és viccesen és folyamatosan előadták, és milliónyi ember megnézte. Hihetetlen mód megugrott az értékesítésük és eladásuk. És azt látni, hogy most már Magyarországon is ez, tehát működik Magyarországon is, látom nagyon sok cégnél, hogy működik az.
Tehát, hogyha jól használják ezeket az eszközöket, jól használják a keresőket, jól használják ezeket az új hálózati oldalakat, az üzletet hoz. Tehát ma ez már nem hobbi, és nem marketing, hanem ez ma már az üzlet maga, hogyha valaki ezt jól használja. Tehát, és leginkább egyébként az is egy új gondolat, hogy üzletet ebbe e köré kell építeni. Tehát a klasszikus üzleteknek nagyon kis százaléka az, ami átültethető ebbe az új világba, és egyre inkább az van, hogy ki kell sajnos találni azt, hogy az, amit régen csináltunk, az hogyan lehet újra felépíteni. Tehát hogyan tudom e köré a két modell köré, e köré jelen pillanatban két vagy három modell köré felépíteni újra ez az üzleti modellet, de felépíthető, és egyre több piac megtalálja a helyét. Egyre több olyan piac is megtalálja a helyét, akikről korábban nem gondoltam volna, hogy valaha képesek lesznek magukat eladni a webben, legyen ezek, akik nem tudom, ilyen pecsétnyomoktól kezdve, de mindenkinek újra fel kell fedeznie magát és a piacát. Az egyik ilyen megoldás, ami egyébként a minőségi mennyiségre megoldás, de ez sajnos nem mindenkinek megoldás, nekünk például megoldás volt. Mi vezettünk be több olyan szolgáltatást, amik viszonylag rövid idő alatt napi több tízezer, több százezer egyedi látogatót értek el, és mi nem csináltunk más, mint hogy fogtuk azt, és azt nem mondtuk, hanem ezt vettük ezeket a modelleket leginkább külföldről, hogy mi nem tudunk minőségi mennyiséget gyártani, de az emberek tudnak, és akkor csinálják ők ezt meg. Hozzunk létre olyan eszközöket, meg olyan platformokat, ahol az emberek tudnak gyártani nagy mennyiségben tartalmat, és ebből ki fog esni a minőség nagy mennyiségben, meg ki fog esni a mennyiség is nagy mennyiségben. És jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ez egy működő modell, tehát a kereső piacnak, tehát az előző generációs webnek a meghódítására ez volt a klasszikus modell, vagy ez volt a legjobb modell. Létrehozni olyan megosztókat, olyan blogszolgáltatókat, olyan eszköz parkot, amivel az emberek maguk tudnak generálni tartalmat. De ez még ma is működik. Tehát, hogyha valaki talál egy olyan újabb megoldást, az emberek ki tudják fejezni, hogy egy nagyon narcisztikus generáció kezd most felnőni, és ebben is egy nagyon nagy változás előtt állunk. Tehát, hogy nem a narcisztikusság az korábban egy negatív jelző volt, ma már norma. Tehát ma már, ha nem vagy elég narcisztikus, és nem foglalkozol azzal, hogy folyamatosan kipublikáld a dolgaidat a webre, és alkossál, és létrehozzál, és akkor sajnos elvesztél, akkor nem fogják tudni, hogy ki vagy, nem fogják tudni, mit csinálsz, nem fognak foglalkozni veled, és ez szakmailag, tehát egy mai, most föltörekvő szakembernek például ez egy komoly probléma, hogyha nem elég narcisztikus. De hát ez is egy elég érdekes változás, amire föl kell készülni. Jó, a kereskedelemmel kapcsolatban, ugye azt is látni kell, hogy a minden kereskedelem, tehát amikor termékeket, szolgáltatásokat vezetünk be a piacra, minden változóban van ebből a szempontból, hogy ezek a hálózati hatások, ezeket mindent átjárják azt is, hogy hogyan fog megtetszeni valami. Tehát most már nem csak az változó, hogy nem csak az van, hogy valamire vágyom, és akkor az, hogyha arra vágyom, akkor nekem, mint mondjuk, aki valamilyen terméket árul, szolgáltatást, akkor az hogyan tud engem elérni, és hogyan tud engem meggyőzni, hanem már maga a vágynak a fölkeltése is így történik ezekben a rendszerekben nagyon sok ember számára, nagyon sok fiatal számára, nagyon sok. Tehát ugye ezekben a hálózatokban jönnek létre azok, hogy de jó lenne, ha nekem is egy ilyen telefonom, de jó, nekem is, én is ezt a könyvet olvashatnám, én is ide mehetnék nyaralni, én is ide, tehát minden területén ebbe a színházba mehetnék el, már ezek a vágyak is itt keltődnek föl ezekben a rendszerekben. És onnantól kezdve, hogyha ezek megteremtődtek, ezek a vágyak, ezek az igények, akkor az emberek már ezekben a rendszerekben keresnek arra, hogy hova érdemes, mit érdemes megnézni, hova érdemes elmenni. És hogyha mondjuk ezt a két nagy modellt, ami volt, tehát a keresőkre épülő modell és a hálózati modellt szeretnénk most egy dologba összerakni, akkor azt lehet mondani, hogy jelen pillanatban az emberek ezeken a hálózati oldalakon és ezeken a beszélgető helyeken szerzik meg azt az információt, hogy mit szeretnének. És utána használják a keresőket arra, hogy megtalálják, hogy hol lehet azt a legolcsóbban, a legjobb minőségben és a legegyszerűbben összeszedni, vagy megtalálni és megvásárolni. Hol érdemes, mit érdemes, hol tudom megnézni, minden ilyen terméket itt ezeken a rendszerekben veszünk meg, vagy keresünk meg. És hogy ezeket hogyan lehet ezt a rendszert minél jobban és egyszerűbben elérni, az biztos, hogy az ingyenes mintákon és az ingyenes tartalmakon keresztül, és
mindenkinek föl kell fedeznie magának azokat a modelleket, marketing, egyéb piackutatásra vonatkozó eszközöket, amivel ezeket be tudja vezetni. Mindenképpen kicsivel kell kezdeni, apró lépésekben megpróbálni feltérképezni, ki kell tudni használni a webet arra, hogy megtudjuk arra, hogy mire van igénye az embereknek. És erre most már ez a web alkalmas, alkalmasak ezek áldozatépítő oldalak, és alkalmas a kereső arra is, hogy kitapasztaljuk azt, hogy az embereknek egyáltalán van-e igény arra, amit szeretnénk csinálni. Ugye ez is egy új dolog. Korábban egy komoly fizetős piackutatások voltak arra, hogy akkor most valóban szükség van a termékre, amit gyártok arra a szolgáltatásra. És most már nem kell, tehát most már meg tudom teremteni ennek a könnyen, fel tudom építeni. Ekkora egyszerű eszközökkel azt megnézni, hogy érdekli-e az embereket, amit én csinálok. Jó. Hogyha kicsit tovább megyünk, hogy hogyan és miként építsünk és célozzunk ilyen szolgáltatásokat, akkor bocsánat, még inkább erről a közösségi média témáról egy kicsit többet. Tehát, hogy amiről eddig beszéltünk, hogy ebből az új modellről, ebből is hoztam pár szlájdot. Ugye ezek az új stream falak azok, amik nagyon fontossá válnak. Egyre inkább a közös felfedezés az, ami viszi előre ezeket a rendszereket. Tehát közösen fedezzük fel a tartalmakat. Minden ilyesmit, ahogy hol érdemes és mit érdemes megvenni, azt itt fogyasztjuk. Az emberek egyre inkább ilyen snackingen csemegészve fogyasztják a tartalmakat, csak belenyúlnak mindenbe. És egyre inkább ezeken keresztül érnek el minden más tartalmat a webben. Tehát egyre inkább nem az van, hogy felmegyek az e-vivre e-vivet nézni, ez lesz jövőre, hanem egyre inkább az, hogy felmegyek az e-vivre, hogy megtaláljam azokat a jó dolgokat, amik a webben vannak. Ez egy komoly változás. És persze ott vannak az alkalmazások, ezek inkább szolgáltatás, fejlesztés, meg koncepcionális szempontból, tehát ez már inkább arra vonatkozik, hogy most érdemes nekem bemenni az e-vivbe és ott alkalmazást csinálni mondjuk, vagy érdemes nekem egy websájtot csinálni, amelyik képes arra, hogy minél egyszerűbben belemenjen ebbe a hálózatba. Most jelen pillanatban én azt gondolom, hogy ez az előbbi, tehát az a külső. Tehát olyan jó külső termékeket kell gyártani, amik be tudnak kerülni ezekbe a hálózatépítő oldalakba. Ez lesz a következő generáció nagy kihívása. Ahogy bárki számára, mi az, amitől ezek jól mozognak, hogy gyorsabban működnek? Nem alapvetően ugye beszéltünk arról, hogy minőségi mennyiséggel kell egy minőségi mennyiség, valóban ez igaz. A másik dolog, ami nagyon fontos, hogy bizalom és autoritás is kell, amit megteremthetnek emberek, megteremthetnek márkák, de a lényeg az, hogy dolgozni kell rajta, föl kell építenem magamat, úgyhogy ha te, mint magánszemély akarsz szolgáltatásokat eladni, akkor dolgozni kell azon, hogy az emberek úgy gondolják a webben, hogy te azzal a témával kapcsolatban, azzal a szolgáltatással, azzal a dolgokkal kapcsolatban, amit próbálsz értékes, azzal kapcsolatban te egy fontos személyiség vagy, hihető vagy, elég sokan követnek, mennyiséget tudsz építeni, elég sok embert föl kell építeni egy ilyen behálózottságot. És ez egy komoly munka, ezek évekig tartanak, tehát, és ezt sajnos senki nem spórolhatja le most már, semmilyen üzlet nem spórolhatja le. Tehát ha nem kezdted, akkor most kezd el, hogy az lett volna a legjobb, hogy évek óta csinálna mindenki, mert ez a következő, úgymond, kompetitív előny. Ez szerintem az egyik legfontosabb versenyelőny, ami mostanában kezd kialakulni. Azok a cégek, akik több embert érnek el ezeken a hálózatokon keresztül, már pedig ez annyit jelent, hogy több adatbázisuk van e-mailből, több követőjük van a Facebookon, több követőjük van az e-viven, több követőjük van a Twitteren. Ezek a cégek és ezek az emberek, akiknek több követője van és több hálózata van, azok könnyebben tudják aktivizálni ezeket az embereket, már csak a statisztika miatt. Ugye, hogyha van egy követőm, és bedobok ennek az embernek egy darab tartalmat, akkor az egy döntés, amit ő hoz, az fogja eldönteni, hogy terjedni fog-e az a tartalom. Hogyha ő úgy dönt, hogy igen, akkor ugye az ő ismerőseinek kimegy ez a tartalom, ugye velük megosztja, és utána ők is mind döntenek. Nagyon-nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ők is azt fogják mondani, hogy tetszik nekik. Tehát maga a terjedése ennek az új hálózatban, ezeknek aznak, amit én gyártok, hogyha egy követőm van, akkor nagyon kicsi. Ha viszont van 10 000 követőm, 10 000 követőből ugye már csak néhány százaléknak tetszik az, amit csinálok, és ők azt mondják, hogy ez jó, már azzal nem 10 embert érek el, hanem több ezret. És hogyha abból a több ezerből is néhánynak tetszik, akkor még több ezret és még több ezret. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy mindenkinek, minden cégnek, minden embernek, bármivel is foglalkozik, ki kell építeni egy ilyen hálózatot. És ez valahol ilyen narcisztikus dolognak tűnik,
De ez a jövő. Tehát ez erről szól, erről fog szólni. Ez lesz az elérésnek a legfontosabb eszköze. Hogyha valaki ezzel nem foglalkozik, akkor valószínűleg lemarad. Kampány eredményekkel kapcsolatban vannak már cégek, akik csináltak ilyet, és volt eredményük. Hogyha foglalkoztok online marketinggel, azoknak inkább egy rövid ilyen kiszólás, hogy jelen pillanatban ezeknek az ilyen közösségi média kampányoknak, amit lehet most a webben csinálni, nem olyan nagyon drágák, tehát olcsóbbak annál, mint hogyha egy display vagy egy ilyen banner hirdetést próbálnék meg megvásárolni, de még mindig fölötte van a Google-nek. Konverzióban meg abszolút fölötte van. Tehát, hogy ha valaki most nagyon-nagyon olcsón akar hirdetni, akkor még mindig a Google-ben hirdessen. De már ez egy nagyon jó alternatív marketing eszköz. Jó. Ugye ezekről volt szó, tartalomról, optimalizálásról és bizalomról. Ezek az eszközök, ezek az, amiket csinálunk, amik aktivizálunk, ezt most még leginkább nagyobb cégek csinálják, de nagyon-nagyon ajánlom minden egyes aktivitásokkal kapcsolatban, hogy kezdjétek el mérni, analizálni. Bármit is csináltok a webben, nagyon fontos az, hogy megtanuljátok mérni a hatékonyságát. Mert mindenki, aki minden cég, meg bármilyen területen is vagytok, legyen az kulturális cégtől kezdve egy autógumit terjesztő cégen át bármi, egy színház. Ezek a cégek, ezek közül nagyon sokan már most mérik azt, hogy mit csinálnak, és annak, amit csinálnak, milyen eredménye van. Az visszajelzés nagyon-nagyon fontos, mert bármilyen elemzést, amit csinálsz, hogyha arról, hogy az aktivitásodból hány felhasználó jött be az oldaladra, hányan regisztráltak, mit csináltak az oldaladon, ennek a megtanulása, ennek a mérésnek a megtanulása ad neked egy visszajelzést arról, hogy valóban jól csinálod azt, amit csinálsz, és esetleg hol tudsz rajta javítani. Ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon fontos tanulási folyamatot indít be minden egyes cég, ember, meg szolgáltatás életében. Elkezded érezni azt, hogy hoppá, rossz irányba megyek, vagy jó irányba megyek. Amit leginkább manapság még ugye az ilyen, tehát a mostani gondolat szerint az van, hogy kidobok egy szájtot a webre, aztán meglátjuk, mi van. És akkor mi van? Volt rajtam a 5 látogató, 10 látogató, történt van? Nem tudom. Hát biztos nézik, meg kattintgatnak, de mit csinálnak? Nem tudjuk. Hát ez a modell, ennek vége. Jelen pillanatban, hogyha valaki ezen a szinten van, az hogyha nem is tudja, az éppen lemaradásban van erőteljesen. Meg kell tanulni mérni, meg kell tanulni nézni ezeket, mérni ezeket az oldalakat, pontosan tudni, hogy azok a felhasználók, azok az aktivitások, amiket csinálunk, azok milyen hatásokat eredményeznek. Mobilitás. És a kapcsolatban ez meg egy kicsit a jövőbe kitekintés. Egy pár gondolat. Nem a maga telefonok közül jönnek be az okos telefonok. Ez ma még egy cool, meg ilyen inkább a gazdag embereknek a játszótere, de ugyanakkor azt kell látni, hogy jönnek be már azok a platformok, amik lehetővé teszik, hogy jövő, mondjuk 2-3 éven belül a magyar társadalomnak egy jelentős részének az úgynevezett okos telefon legyen a kezében. Ugye a magyar társadalom az nem egy PC alapú társadalom, hanem egy mobil alapú társadalom alapvetően. Tehát ha megkérdezel 100 emberből, vagy megkérdezel 100 embert, 100 emberből 100-nak van telefonja, mobiltelefonja. Ha megkérdezel, hogy hány PC-jük van, akkor ez mondjuk a felének van most talán körülbelül. És ez a dolog, ez nagyon komolyan fog változtatni, tehát amit most a webben megtanulsz, az meg fog jelenni nagyon hamar a mobilon, és nagyon hamar a mobil lesz az elsődleges platform, amin keresztül el fogjuk tudni érni az embereket, és ez egy nagyon komoly változást fog hozni valószínűleg abban, hogy milyen típusú modellekkel lehet majd az embereket elérni, és hogyan lehet őket elérni. Amint nagyon-nagyon látszik, hogy apró, nagyon jól célzott szolgáltatások fognak sikereket elérni. Kitalálni valami nagyon-nagyon nis dolgot, ami néhány ezer embernek az igényeit jól kiszolgálja, az egy nagyon-nagyon jó üzleti modell lesz néhány éven belül, nem csak itt Magyarországon, de ez, hogyha valaki egy ilyet megcsinál, akkor viszonylag könnyedén fog tudni a világ bármilyen táján. Tehát jelen pillanatban az van, ezt most csak mondom példaként, mondjuk mi még egy különleges, abban a szempontból, hogy ezen a területen dolgozunk erőteljesen, de én jelen pillanatban meg tudom azt csinálni, hogy egy magyar céggel ilyen kicsi alkalmazásokat amerikai felhasználóknak értékesítek, anélkül, hogy valaha voltam volna az Egyesült Államokban, anélkül, hogy valaki kellene mennem, bármit kellene csinálnom. Itthon ülök egy Magyarországon egy irodában, és az iroda beregisztrálta magát egy ilyen rendszerbe, honnan tud értékesíteni, és hamarosan már nem csak a fejlesztők fogják tudni ezt megtenni. Tehát jönnek már azok az eszközök, amik mondjuk
a könyvkiadóknak, bárkinek lehetővé teszi, hogy néhány gombnyomáson azokat az értékeket, amiket megteremt, azt fel tudja tenni ezekbe a boltokban, és ezeken a boltokon keresztül, hogyha az értékes, és nem csak magyar nyelvben, hanem idegen nyelvben, azzal elérjen bárki mást. Nem egyszerű, tehát nem mondom azt, hogy ez egy aranybánya, meg hogy ez egy ilyen goldrel, tehát egy aranyláz, biztos, hogy fog egy ilyen aranylázat okozni, de ez egy kemény üzlet, komolyan meg kell tanulni, de hogyha valaki megtanulja, és jól meghatároz, kitalálja azt, hogy ki az a célcsoport, akinek akar célozni szolgáltatásokat, akkor sikeres lehet akár itt Magyarországon, akár régiós szinten, akár világszinten. És tényleg ez a korszak jön, tehát a kisvállalkozás, a globálisan működő kisvállalkozások kora, szerintem ez a jövő. Remélem így is van. Jó, hogy hogyan jelenjünk meg ezen a webben, hogy mi az, ami a modell, amiben építkeztek, vagy mi az, amiben érdemes építkezni erre az új webre, meg majd erre a következő generációs dolgokra, az biztosan az, hogy kevesebbet kell csinálni. Ma egy átlagos magyar szolgáltatás, egy átlagos magyar weboldal, egy átlagos bármi, az bonyolult, túl sok mindent csinál, túl kevéssé van kigondolva, hogy hogyan fogja az embereket elérni, hogyha már elért azokat az embereket, akkor hogyan fogja megtartani, hogyan fogja újra motiválni. De inkább át kell térni mindenkinek arról a szemléletről, hogy sok funkciót kitalálok, és azt belerakom valamibe, hogy aztán csináljunk majd, és elköltünk nagyon sok millió forintot arra, hogy legyen egy, vagy sok százezer forintot arra, hogy legyen egy a cégünknek, a nem tudom, intézményünknek legyen valami webes megjelenése. Erről a szemléletről át kell térni valóban egy olyan szemléletre, hogy hogyan fogom elérni azokat az embereket, mit fogok nekik adni, miért fogják ezt értékesnek találni, hogy fogják azt az értéket felismerni benne, és hogyha felismerték az értéket, akkor hogyan fognak bejönni az én alkalmazásomba és ott regisztrálni, tehát folyamatát kell végig gondolni ennek, és azokat a dolgokat kell megcsinálni funkcióként a weboldalakon, meg alkalmazásokban, amik ezeket a funkcióknak a támogatására szolgálnak. Minden más dolog az másodlagos. Talán itt van ez a kedvenc példa, mindenkinek megmutatom, hogy olyan, ugye itt van egy tipikus Apple termék, ami kis nyomógomb, itt van egy tipikus Google termék, amiben van egy kis kereső, itt van egy átlagos terméke bárki másnak, aki meg nekünk, meg, tehát mindenkinek, így néz ki. És valójában ezek a termékek, például a Google termék, ugye, csak hogy végig gondolva, hogy a Google az 10 éve semmi más nem csinál, mint egy keresődobozt optimalizál. Egy keresődobozt, az a szolgáltatása, hogy van egy keresőmezője, amiben valaki beír egy szöveget, akkor azzal kapcsolatban visszakap egy találati oldalt. Ezzel foglalkozik 10 éve, és a világ legnagyobb, jelen pillanatban legnagyobb online biznisze. Tehát nem szabad alulértékelni a keveset, és nem szabad alulértékelni azt, hogy ha van valami értékem, ami van, és ezt valahogy olyan formában prezentálom az emberek felé, akik ezt meg akarják venni, hogy ezt tényleg ők értékesnek találják, és megtalálják, és elérjék, és meg tudják venni, és vissza tudjanak jönni, és folyamatosan el tudjam őket érni, akkor annak óriási értéke van. Tehát kevesebbet csináljatok, kevesebbet is gondolkodjatok rajta többet, hogy hogyan. Jó, kicsit tovább. Tervezésre fókuszálni szolgáltatások oldalak kapcsán. Na, mindenki, amikor ez már inkább így a mindennapi tapasztalatban, hogyha ha már most csináltok, vagy ha most fogtok csinálni webes terméket, vagy webes weboldalakat, vagy bármilyen olyasmit, ami online megjelenik, akkor azon arra kezdjetek el fókuszálni, ne a funkciókra, hogy meg ne arra, és mindenkinek vannak, ezt úgy szokták hívni, hogy mindenkinek vannak ilyen póniai, amik így, de jó lenne, hogyha lenne egy virág a websájtomon, meg de jó lenne, hogyha lenne rajta egy flash animáció, amiben egy lovacska átszalad keresztbe, balról jobbra. És akkor arra fókuszálsz egy üzleti, egy cégnek, egy weboldalán, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy egy póni balról jobbra elszalad. És ez valóban értéke az én szolgáltatásomnak? Valóban arról szól az én webes jelenlétem? Valóban azt csinálja az üzletem, hogy egy pónit szaladgáltat balról jobbra egy websájton? Nem, valószínűleg nem. Hanem akkor mi az? Mi az, amit az én cégem kínál? Tényleg mi az? Mit kínálok? És hogyha azt kitalálod, hogy mi az, amit kínálsz, és ezt tényleg jól meg tudod fogalmazni, hogy ez abban a webes jelenlétben mit is jelent, akkor arra kell fókuszálni. És ez semmi más, ehhez nem kell semmi más csinálni, mint nagyon sokat beszélgetni, akár ügyfelekkel, akár sokat beszélgetni emberekkel, akik értenek ehhez, beszélgetni emberekkel, akik már használnak valamilyen hasonlót, ilyet, ezt hasonló szolgáltatást, és nagyon sokat tervezni, rajzolni azokkal, akik ezt meg tudják építeni. És nem grafikákat, meg nem,
nem weboldal terveket, amiket azt mondja, hanem tényleg folyamatokat. Kitalálni, hogy mitől, hogyan fogom elérni azt az 5000 embert, aki ma Magyarországon izért téli gumit akar venni, de olyat, amit csak a Toyota nem tudom micsodára jó. Hogyan fogom őket elérni, kik azok, hol vannak, hol mozognak, hogyan, mi az a folyamat, amin keresztül bejönnek a szájtra. Ha bejönnek a szájtra, mert már elértem őket, ugye a legtöbb ember ezt nem is gondolja, hogy majd hogyan fognak eljönni a szájtra, általában csak az, hogy már oda jöttek a szájtra. De először talált ki, hogy hogyan jönnek oda a szájtra, inkább ezt tanácsolnám mindenkinek, tehát marketing szemlélettel kell szájtot építeni. Hogyan fogom elérni azt a 5000 embert, aki oda jön a szájtra? Hogyha az megvan és oda jöttek, akkor mondjuk egy cég, aki autót gyárt, annak mit kell megjelenítenie, hogy te mondjuk autógumit értékesít, mit kell megjelenítenie a címlapján. És akkor ezek ilyen nagyon egyszerű észre feldolgozható ugye kérdések, amit a legtöbb ember a valós életben tök jól meg is csinál. Tehát ugye amikor valaki a valós életben mondjuk én belefognék egy autógumi kereskedésbe, akkor nagyjából úgy az a hétköznapi tapasztalataim alapján nem építenék egy olyan boltot, aminek az elején egy póni van, és a hátában van, a sarokban, a sufniban 5 darab gumi. Hanem tudnám, hogy akkor ugye kell egy kirakat, a kirakatban meg kell mutatni, hogy mik a termékek. Tudnám azt, hogy nem azzal fogom őket elérni, hogy kiabálok az utcán, hanem azzal fogom elérni, hogy szórólapokkal, meg egyéb eszközökkel. Tehát ez a klasszikus, ez sokkal jobban rájár az agyunk erre az a klasszikus értékesítése, de azt is látni kell, hogy az, amit most csinálunk offline, tehát hogy csinálunk egy boltot, és abba berakunk termékeket, és ez ugyanezt fogjuk csinálni, ugyanez a web is. Tehát ugyanannyira üzlet, ugyanannyira komolyan kell venni, ugyanúgy óriási befektetés és beruházás kell ahhoz, hogy ezt jól csináljuk, és tényleg meg is kell jól csinálni, mert különben nem lesz se ügyfelünk, se senki. Sőt, azt fogjuk gondolni, hogy a web hülyeség, ami a legnagyobb probléma lenne. Igazából még ezt akartam megmutatni. Tehát mindig, amikor legyetek szkeptikusak minden kérdésetekkel, amikor webet csináltok, vagy bebesalkot, mindig kérdezzetek rá, hogy miért csináljuk, hogy csináljuk. Most ez problémát oldunk meg, vagy csak szórakozunk azzal, amit éppen a vágyainkat, kreativitásunkat fejezzük ki. És nem, tehát hogy mindig van egyszerűbb megoldás, mi ennek a lehetőségnek az ára, mi az ára annak. Ugye a legtöbb website, amikor valaki website-ot csinál, akkor arra gondolj, akkor ötleteket dob föl, de minden ötletnek ára van. Egyetlen egy póni, szaladgáló póni, az elviszi a kreatív idejét a hasznos funkcióknak, elviszi új dolgok, tehát hogy elvisz egy csomó erőforrást, ami ott van mögött. Egyetlen egy gombnak a betétele egy websájtba olyan folyamatot indít el, ami akár nagyon sok tízezer, egy nagyobb szolgáltatás esetén 100 000 forintokat vihet el a pénzben. És ezt jobb, ha az ember azonosítja, tudja, hogy bármit is csinálok, annak nagyon komoly ára van, nagyon komoly költsége van, és ezért úgy találjam azt ki, csak akkor tegyem oda, csak azért tegyem oda, mert abból biztos, hogy 1 forintból 1,5 forint lesz, és azt kell megtanulni, hogy ez milyen folyamaton keresztül történik meg. Tehát, és ezt mindenkinek tudom, tehát abban az értelemben lehet ezt azt is mondani, hogy üzlet, azoknak, akik üzletet építenek, de mindenkinek így kell, mindent így kell csinálni, mindent úgy kell csinálni, hogy hogyan tudok növekedni vele. Tehát ha csak simán a hobbidnak élsz, és a hobbidon keresztül festményeket akarsz, vagy festményekről írsz, vagy blogot publikálsz, akkor is azon kell gondolkodni, hogy hogyan lesz abból az egy látogatóból 2, a 2-ből 4, a 4-ből 10. Mert ez a növekedés, ez a világ, ez növekszik nagyon-nagyon gyorsan. Tehát ahogy az elején láttuk, mint egy ilyen óriási lufi növekszik. Tehát ha ma az, hogy állok egy helyben, az valójában az lemaradás, hát nem pedig egy helyben állást. Még egy szolgáltatással kapcsolatban. Amikor bármit csináltok, majd megcsináltok szolgáltatást, akkor a legtöbb felhasználó legalapvetőbb igényeit szolgáljátok ki. Ez annyit tesz, hogy amikor bár valaki felhozza azt, hogy hát de a nagymamámnak a nagymamám biztos, hogy nem fogja ezt látni, ezt a szöveg betűt méretet, vagy az unokámnak a nem tudom ki, biztos nem, akkor gondoljatok arra, hogy valóban ő az én ügyfelem, valóban ő az, aki ennek ez a dolog szól. Hát valószínűleg nem. Ki az nagyon-nagyon érdekes módon, hogy fölírtok 100 funkciót, amit elképzeltek arra a termékre, amit szeretnétek
megcsinálni 100 funkciót, abból körülbelül 80 olyan funkció lesz, ami igazából a felhasználóknak csak egy nagyon-nagyon szűk része fog használni. És valóban megéri annak a szűk felhasználói rétegnek a kiszolgálása azt, hogy teletömjem a weboldalamat különböző megoldásokkal és eszközökkel. Tehát inkább desztilláljátok ki a fejetekben azt a 80%-ot, aki tényleg az én közönségem, és csináljátok meg nekik azt a legfontosabb 20%-ot, ami valóban értékes. És hogyha így gondolkodtok, hogy tényleg a teljes listából, 100 darab funkcióból csak 20-at csinálok meg, de azt nagyon jól kidolgozom, valószínűleg sokkal nagyobb hatást fogtok elérni, mint akkor, hogyha megcsináljátok a 100-ból 100-at. Végül, hogy hogyha most indultok el, vagy hogyha már keresitek, hogy mit érdemes keresni, ez a világ ebből a szempontból egy nagyon jó világ kezd lenni, hogy tele vagyunk új piacokkal. Amit nagyon-nagyon nehéz megtalálni, hogy ezek rejtett, ugye, rejtett piacok. Ezeket föl kell fejteni. Tehát, hogyha mindig ezt egyébként szolgáltatásfejlesztésben is látom, meg mindenhol látom a webben, hogy mindenki olyat akar csinálni, mint a másik. Hogy mindenki meg akarja csinálni a második évet, mindenki meg akarja csinálni a második startlapot. És valószínűleg ugyanez van minden más területen, és meg akarom csinálni azt, amit a másik csinál, de a probléma az, hogy én egyszer elkezdtem csinálni azt, amit már a másik csinál, akkor valójában követem őt, és ő valószínűleg már elhappolta azokat a felhasználókat, akik ezt valóban akarja használni, elhappolta azt a modellt, amit már én szeretnék bevezetni, nincs új tulajdonság ereje, sokkal, de sokkal nehezebbé válik bárminek a bevezetése akkor, hogyha valakit utánozok. Akkor érdemes utánozni, ha Magyarországon mondjuk még nem jelent meg, de már mondjuk Amerikában ott van, de magyar, fölismered azt, hogy van valami trend külföldön, aminek nagyon nagy értéke van, és még látod, hogy Magyarországon még senki nem találkozott vele, csak te, annyira ügyes vagy, meg annyira okos. Akkor érdemes, akkor másolni kell, másolni gyorsan, minél előbb és minél több embernek kiszórni. De alapvetően nem érdemes másolni, hanem érdemes megkeresni azokat a réseket, ahol van, mert jelen pillanatban ezzel sokkal egyszerűbb piacot teremteni, és ezek az újdonságoknak ez az értéke, ez rendkívüli hatása lehet arra, hogy el tudok érni embereket, meg be tudok vezetni bármilyen szolgáltatást. Úgyhogy végszóként annyit, hogy Hemingwaynek ez a mondatát, ezt szoktam mindenkinek fölírni, hogy egy oldal mesterművet 100 oldal szemétből csinálok, és a szemetet pedig megpróbálom kidobni a kukába. Ennyit csinált Hemingway egész életében, és olyan könyveket írtam ilyeneket. És a szemét helyett azt írt egyébként, hogy szart, csak ezt nem akartam fölírni. És hogy ez a modell, tehát sok-sok próbálkozásból viszonylag kevesebb, de azt nagyon jól megcsinálni, és akkor valószínűleg sikeres lesz, amit csinálni fogtok. Köszönöm szépen, ez lett volna az előadás. Ha bármi kérdés van, akkor nem tudom, hogy ez most, vagy majd lesz ez a beszélgetős folyamat. Köszönöm szépen. Köszönöm.